2023. december 20-a van balok felé a mikrofon mögött, ezennel neki is kezdünk a szerdai sztereónak, köszöntjük a minket Facebookon képpel hanggal. Figyelemmel kísérőket kellemes délután majd a 18 órás ismétlés hallgatóinak, és nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Kőszegi Zoltán Dabasváros Polgármesterét. Köszönöm szépen, szia Feri, köszönöm a lehetőséget, ugye a múltkori beszélgetésünkkor pénteken Brigével megbeszéltük, hogy hogy itt lesz még alkalom arra, hogy karácsony előtt beszélgessünk egy kicsit a stúdióban, ezt köszönöm nektek. Köszönöm, hogy itt lehetek, és megoszthatok néhány karácsonyi gondolatot, meg élményt a hallgatókkal, vagy a minket, titeket követőkkel. Azt hiszem, hogy a múltkori beszélgetésünkkor nem jutott idő egy kérdés megválaszolására. Azt hiszem, hogy még a kérdés sem hangzott el. Ha megengeded, akkor én ezt így visszaidézem, amikor Brigi ezt nekem elmondta. Egy hallgató betelefonált még a beszélgetésünk, vagy a műsor végén, hogy miért nincs a szakorosi rendőrintézetben ortopédiai rendelés pontosan utána néztem, van ortopédiai rendelés, viszont két orvos rendel délutáni, két délutáni napon. Rengeteg beteg van, ezért előjegyzésben lehet bejutni az orvosokhoz, és a várakozási idő is elég hosszadalmas. A legközelebbi időpont, amikor be tudnak jutni valamelyik orvoshoz, ez január 8-a, tehát van ortopédiai rendelés. A szakorvosi rendelőintézettel kapcsolatban ugye a, a már többször beszélgettünk, és a múltkori műsorban is Brigivel érintettük a, a rendelőt. Óriási vívmány, hogy ez van, hogy ez fejlődött, hogy bővíteni tudtuk, hogy ennyi szakorvosi praxis van, de mint ahogy mindenhol az országban, vagy szinte mindenhol különböző szakmákban, így az orvosi pályán is hiányok vannak de több orvos kellene, tehát ennek a mm, hátterét azt lehetne voncolgatni, fejtegetni, tehát ezzel sajnos vagy természetesen mi is küzdünk, de azon vagyunk, hogy a lehető legjobb ellátást tudjuk biztosítani a és a régiónkban élőknek. A napokban az egynapos sebészeten a főorvosainkkal volt egy találkozom, egy beszélgetésünk, és abban maradtunk, hogy január elején egy stratégiai beszélgetéssel fogjuk indítani, vagy nyitni az évet, megnézzük, hogy, hogy milyen stratégiával tudjuk még hatékonyabbá, még szolgálatkészebbé tenni a szakorosi rendőrintézetünket ebben a nehéz, minden értelemben vett nehéz helyzetben. És képviselő is téma volt ez, a hát Szantófer János alpolgármester úr felvetette, hiszen ő szokta előkészíteni a Bursza-Hungarikás önkormányzati döntést, tehát a beérkező kérelmeket, amiket az a éppen egyetemre álló diákok adnak be. Ő nekik támogatást nyújtunk az év folyamán, és hát sokan vannak, hál' istennek, közöttük, vagy voltak az elmúlt években, vagy az elmúlt két évtizedben, akik orvosi pályára készültek, orvosi egyetemre jártak. És az volt a javaslat a polgármester úrnak, hogy érdemes lenne megkeresni az egykori orvostanhallgatós diákokat, dabasiakat és búsztagungarikás támogatásban részesülteket, megnézni, hogy most hol vannak a pályán, esetleg ide lehet -e őket csábítani, akár időszakosan is, vagy egy-egy rendelés erejéig. Úgyhogy több elképzelésünk van, hogy hogyan tudunk olyan szakemberekkel, orvosokkal még erősödni itt a szakorosi rendőrintézetben, akinek egyébként még kötődése is van, és szívesen szolgálja az ítélőket. Úgyhogy sokat fogunk ezen dolgozni a következő évben, ez lesz az egyik fő stratégiai feladatunk, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, de ez majd egy másik beszélgetésnek lesz minden bizonyal a témája. Ha jól értettem, akkor talán lesz lehetőség arra, hogy két ünnep között még itt az évet ki tudjuk értékelni, tudunk beszélni arról, hogy milyen volt ez az esztendő, és egy kicsit a jövő betekintésre is lesz alkalom, úgyhogy majd erről még a következő hetekben, majd a két ünnep között, illetve az újév első heteiben majd többet fognak hallani a hallgatók a tervekről, az elképzelésekről, az irányról. Az intézkedésekről, úgyhogy ígérem, hogy igyekszünk mindig minden információt időben eljutatni, és a legfontosabb az információn túl, hogy a, a mindennapi valóságban tapasztalják, érezzék az emberek azt, hogy egy-egy hogy vívmányt -egy meg tudunk őrizni, meg tudunk erősíteni, vagy akár tovább tudunk fejleszteni. Ezen vagyunk, remélem, hogy sikerülni fog. Tehát a, az ortopédiai rendeléssel kapcsolatban azt mondanám válaszként, hogy van ortopédiai rendelés hetente kétszer délután két orvos rendel, és a legközelebbi időpont, hogyha valaki kéri, akkor január 8-ára tudja ezt megkapni. Kérem, hogy fogadják el ezt a választ. Ezt a mai beszélgetést alapvetően azért már a karácsony jegyében szeretnénk megtartani, megbeszélni, de ha már az SZTK szóba került, nyilván ez is egy nagyon markáns pontja, a járás központ, a járás székhely szerepét betöltő dabosnak, mint ahogy a megtartó ere is itt a vételkörzetünkben, a megtartó ereje is, itt gondolok arra, hogy itt karácsony, adventi időszakában minden hétvégén egyrészt lehetőség volt a korcsolyázásra, adventi vására, illetőleg itt még inkább ráhangolódni a csodálatos fényekkel, világítással, adventvárásra. Hát igen, a, a, sokszor a külsőségek is segítenek, ö, és megpróbálunk az ünnepi fényekkel, ö, és mondjuk ilyen lehetőségekkel, mint a korcsolyázás is olyan hangulatot teremteni, ami, ami segít nekünk ö, ugye abba az irányba menni, és ö, a lelkünket felkészíteni arra, hogy valóban mi mély, mélységesebben, vagy mélyebben, le, ö, mélyebb lelkülettel meg tudjuk ün, ö, ünnepelni a, a csodálatosan szép ünnepeinket, ezek közül különösen kiemelkedik a karácsony, tehát erre törekszünk, de erre minden közösség törekszik. Az elmúlt napokban, egy hetekben számos olyan alkalom, esemény volt egy-egy kis közösségben, vagy akár városi szinten, amik szívetmelengetőek voltak, a lelkeket megnyitotta, és karácsony felé, karácsony misztériuma felé Terelte a, a, a figyelmünket és a lelkünket. Én ezért nagyon hálás vagyok. Azt hiszem, hogy ez is igazolja, hogy bizonyítja, hogy, a, hogy egy ilyen kisvárosi lét, az mennyivel jobb, mint egy, egy ilyen hatalmas, nagy tömegben, egy nagyvárosban élni, ahol az ember elvész, és tényleg csak a materiális kézzelfogható dolgok azok, amik, amik a mindennapjait kitöltik vagy betöltik. Itt egy kisvárosban, vagy, vagy egy faluban, egy kis faluban, Sokkal bensőségesebben ö, olyan élmény, közösségi élményekkel lehet készülni a karácsonyra, amit máshol nem nagyon tud megkapni az ember. Nem is értem ezért, hogy a világban miért trend az, hogy hogy a nagyvárosok felé hatalmas nagy tömegek kellős közepébe igyekeznek, főleg a fiatalabbak. Azt hiszem, hogy már a, a családosok, akinek gyereke van, vagy az idősebbek sokkal jobban tudják értékelni azt, amikor egy-egy. Amikor Ünnepet mélyebben meg lehet élni, tényleg közösségi élményként lehet tapasztalatokat szerezni ezzel kapcsolatban. Hát nálunk sok ilyen volt. Én hálás vagyok minden olyan közösségnek, akik, akik a saját kis berkeiken belül megszervezték, megrendezték a karácsonyi adventi programjaikat. Itt az iskoláink, az óvodáink csodálatos kis programokkal, műsorokkal készültek, készítették fel a saját gyerekeiket az intézmények, és ezáltal megörvendeztették nemcsak az óvodás közösséget, hanem a szülőket is sok esetben, vagy, vagy meghívott vendégeket. És hát nagyon-nagyon sok eseményt lehetne felsorolni, de egyet-egyet azért hogy emeljek ki az, az utóbbiak közül. Az egyik ilyen volt, ami ugye Jézus születésnapjára, születésének ünnepére készülünk, és volt egy másik születésnapunk is, ami egy csodálatos időszakra esik, ugye ebben az adventi időszakban ünnepli, ünnepelt a Múzsák Művészeti Iskola 20. születésnapi ünnepségét, és ezt egy fantasztikus koncerttel ünnepelték meg hétfőn a, a Sári Zarándok központban. Egy csodálatos élmény volt, fantasztikus élmény volt látni a sok tehetséges gyereket, és úgy csak úgy belegondolni, hogy az elmúlt húsz esztendőben milyen sok gyerek került ki az iskolából, és bontakoztatta ki tehetségét a, a különböző művészeti ágaknak a, a gyakorlása, a, a művésztanárok segítségével a tehetségi mennyivel örömtelibbé, boldogabbá, sikeresebbé tette a gyerekkorukat, és tette őket, akik már kinőtek, és most már a felnőtt életüket élik, mennyire tette őket nyitottabbá. Tehát ebbe így belegondoltam a műsort hallgatva, nézve, és egy nagyon jó érzés fogott el. Egy nagyon jó döntés volt annak idején 20 évvel ezelőtt, amikor elhatároztuk, hogy a városnak legyen egy saját művészeti iskolája. És ez a Múzsák nevet kapta. Kovács Évikének külön köszönöm, ugye ő az igazgatója, és Szabó Zoltánnak, aki, aki nagy segítsége, Évikének is támaszta a az iskolának. Bár már nem önkormányzati intézmény, hanem a krébezbeg központnak a, a fenntartásában van, de azért mégis a saját gyerekünknek tartjuk, ezt elmondtam az ünnepségen is, a megnyitón. Ez egy nagyon szép ünnep volt, és Egyébként a művészeti iskolába járó gyerekek nagyon sok más eseményen és más alkalomkor is megörvendeztetik a, a, azt a közösséget, ahol fellépnek. Így volt ez a, a gimnáziumnak a, a jótékonsági koncertjén, mert ugye a jótékonysági koncerten ugyan gimnazista gyerekek léptek fel, többségében a a helyválasztás szerintem fantasztikus volt, a, a Gyóni Katolikus Templomot választotta a gimnázium e, igazgató úrnak. Szerintem ez egy nagyon jó meglátása volt, hogy hogy ebben az adventi időszakban, karácsonyra készülve egy karácsonyi jótékonysági estet, egy adventi koncertet azt egy templomban megszervezni, megrendezni, annak még egy külön atmoszférája van, és még inkább segít minket a, a, az ünnepfalodi misztériuma felé közeledni és euh, csodálatos volt. Tehát akik ott voltak, megtelt a templom, euh, ugye elsősorban családtagokkal, meghívott vendégekkel, és egy sikeres jótékonsági euh, koncertet, adventi koncertet tartottak. Én Langot hidéja tanárnőnek szeretném ezúton is megköszönni a gimnázium tanárának. Rengeteget dolgozott és fáradozott euh, azon, hogy ez egy hogy a gyerekeket felkészítse, és ennyi gyereket összefogjon, ez egy, ez egy óriási teljesítmény, és nem lehetünk elég hálásak neki. És minden tanárnak, aki bárhol, bármelyik intézményi közösségben, vagy más ö, ö, csoportnak a felkészítésében itt segédkezett, és idejét, energiáját nem sajnálta, hogy hozzásegítette a gyerekeket ahhoz, hogy, hogy ők maguk egy emelkedettebb lelkülettel, egy, egy egy, egy, igazi szeretett hangulatban tudjanak a karácsonyra készülni, és ezt közvetítsék a környezetüknek és a családtagjaiknak és a, a kis gyerektársaiknak. Ez, ez egy, ez talán, talán többet ér a, a tanításnál is, tehát a nevelés és az ilyen többlet hozzáadás, vagy többlet hozzáadott érték, ez, ez felbecsülhetetlen. Úgyhogy hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm minden olyan pedagógusnak, tanárnak, aki, aki időt, energiát szánt és fontosnak tartotta, hogy a gyerekeket valóban karácsonyi hangulatban felkészítse valamire. Az is nagyon szép volt, nagy élmény volt, és hát ugye itt karácsonyi hangulatról, karácsonyi készülődésről, volt szó, hogy ilyenekről beszélgessünk. Ö, ö, ezt kértétek, hogy én nem nagyon akarok ilyen családi belső ö, élményeket itt megosztani. Egyszer azért, mert a, a, a családom is kéri, hogy ha lehet, akkor ezt így, úgy szűkítsem, mert ugye mindenkinek vannak élménye, és keveseknek adatik meg, hogy erről mondjuk beszéljen, vagy másoknak átadja. Nem is ez a célom, hanem hogyha van egy tényleg egy jó mély élmény az embernek, akkor ezt megoszta. Most egy olyan élménnyel szeretném én itt ezt a beszélgetést, ha lehet zárni. Nem tudom, hogy van-e neked esetleg valami külön kérdésed, vagy valamilyen irányba elvinné, de. Igazság beszélgetést... szerint egy picit a, picit a, polgármester mögötti embert kérdeztem volna én is, úgyhogy ha ezzel zárat, hogy mégis egy kicsit engedsz beletekinteni, akkor én megköszönöm. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy az egyik leg, Leginkább csodálatos szolgálat a polgármesterség, de azért van neki árnyoldal is, hogy 0-24-ben meg kell felelni itt, vagy rendelkezésre kell állni, de mégis ott van az ember mindezen mindezek mögött. Hát úgyhogy... ö, nem, hogy mégis ott van az ember, hanem szerintem a 0-24-ben megfelelni és szolgálni, ezt pont, pont az ember tudja csak. Tehát, hogyha az ember az GPS-en csinálja, vagy vagy egy ilyen kötelezettségnek tekinti pusztán, vagy, egy, vagy azt mondja, hogy ez a munkája, akkor ezt nem lehet. Tehát ehhez ember kell, és, és ugye hál' Istennek én kaptam egy olyan ajándékot, ami tehát az ember szeretetet, ami, ami alapvető ebben a hivatásban szerintem, hogy, hogy, az a fontos, hogy az ember legyen a, a középpontban, és a, és hogy a minden probléma vagy megoldandó feladat mögött az embert vagy az embereket, a közösséget lássuk, és az a cél, hogy őket szolgáljuk. Tehát ez ez megadatik nekem, erről nem akarok bővebben beszélni. Akik ismernek, jobban tudják, de valóban annak könnyű, aki embereket szolgál, emberekkel foglalkozik, ehhez egy alapvető tulajdonság kell a, a, az emberek szeretete. De én azt gondolom, hogy ez akkor erősebb és akkor mély az emberek szeretete, hogyha megvan egy Isten szeretet is. Hál' Istennek ez bennem is megvan. És akkor most karácsony kapcsán, ugye a minden megszólalásomban arra próbálok mindenkit a, a felé terelni, hogy a, a külsőségek, a formasvályok és itt az elején említett fények, a, a jó kis ö, ö, közösségi alkalmakon túl, mindenképpen azokon túl vagy azok felett a legfontosabb az a, az a mély üzenet, amit, ö, amit Isten ö, a karácsonyjal küld felénk, vagy nekünk, hogy gyakorlatilag ő maga az Isten vált emberré, gyermekformájában jött közénk, és ez egy gyakori ajándék, hogy ezt me, akkor tudjuk megtapasztalni, amikor gyermekünk születik, vagy vagy gyermek érkezik a családba, ö, tehát ö, ott, ott kezdi az ember egy, igazából átélni, vagy, vagy, vagy felfogni azt, hogy mekkora ajándék ez. amikor az Isten maga jött közénk gyermek formájában, és így ajándékozott meg minket, hogy felfogjuk azt, hogy itt van, és utána ugye a tevékenységéről, már Jézusnak a tevékenységéről ö, már talán többet tudnak az emberek, de ugye ez egy misztérium, ezt elfogadni, elhinni, és ez a legfontosabb, hogy hogy, hogy, hogy ezt, ezt, csak elhinni lehet. Tehát ezt tudatosan, észel, erre rákészülni, hogy erre felkészülni, erre nem lehet, hanem ezt el kell hinni, de ahhoz, hogy elhiggyük, abban élmények kellenek, abban nyitottság kell, Kell egy lelki béke, lelki nyugalom, és az advent az erről szól, hogy egy, teremtsünk magunkban egy lelki nyugalmat, egy lelki békét. Egyébként arra törekedtünk egész évben, hogy, hogy az emberek próbáljanak egy viszonylagos harmóniában, egyensúlyban élni minden nap, és akkor ezzel a lelkük nyitottabbá válik a jó dolgok iránt, szerethetőbbé válnak, jobban tudnak szeretni, és ez a karácsonynak szerintem ez a, ez az alapja, ez a mm, erre lehet építkezni, hogyha ezt, a, ezt az alapot megteremti az ember, akkor, akkor tud közelebb kerülni a misztériumhoz, és tudja a végén elhinni. És ez nagyon fontos, hogy higgyük el. Hát, hogyha már itt konkrétan rám és az én személyemet illetően, hogy hogyan tudom megélni, én nekem van egy, egy, olyan fantasztikus ajándékom az életemben, ráadásul nem is egy, hanem kettő, amikor nekem volt Isten élményem. Tehát nekem, nekem az, hogy a, hogy, a, hogy, hogy Jézus közén jött és megszületett, ezt én már gyerekkorom óta nagyon mélyen meg tudtam élni, és el tudtam hinni, és, és felnőtt koromban is ugyanígy van ez, és amióta ez az élményem volt, azóta pedig egyértelmű számomra, hogy azóta itt is van, velünk és közöttünk, és a mindennapokban ott van, és támaszt nyújt. Én azt szeretném éppen ezért, hogy minél többen, akár van Isten élményük, akár nincs, mégis az életük olyan legyen, hogy ezt minél jobban el tudják hinni, és hogy ezzel boldogabbá és felszabadultabbá tudják tenni a saját életüket és a saját lelküket. A karácsony az, egy, az, egy, az a legcsodálatosabb lecsodálat, ünnep, hogy, hogy ebben közeledjünk. A húsvét a legnagyobb ünnepünk, mert az volt a legnagyobb ajándék, és az adja a legnagyobb reményt, de a, de a a karácsony viszont abban segít, hogy a, hogy a lelkünk legyen tisztább, legyen nyitottabb, és a, a, a jóra fogékonyabbak legyünk. Tehát a karácsonynak a mély mélyebb megélés és ennek a misztériumnak a befogadása, hogy a hit ebben, hogy ez megtörtént, és ez valóság. Ez, a, ez egy fantasztikus dolog, és én éppen ezért kívánom mindenkinek nekem nem csak bocsánat, csak érted, nekem ez hitem, de, de a hit mellett mondjuk egy inkább másodrendűként mondom, de megerősít élmény az, hogy, hogy nekem élményem is van ezzel kapcsolatban, de éppen ezért bátorkodom mindenkit a felé terelni, hogy ebben higgyen és meg fogja tapasztalni az élete során nagyon sok alkalommal. A karácsony az erről szól, és ugye azt szeretném, hogyha, hogyha az emberek me, ha felkészülnek karácsonyra, egy nyitottsággal, egy elfogadásra, egy mély hittel, és megélik a karácsonyt, akkor utána, a karácsony után senki benne legyen egy ilyen hiányérzet, hogy, hogy ez is elmúlt. Ezen is túl vagyunk, na és akkor mi van tovább? Hanem azt szeretném, hogy, hogy, hogy a karácsonynak az üzenetét, a karácsonynak a szeretetét, a karácsonyban rejlő reményt, azt vigye minden, minden, mindenki vigyél minél jobban magával, a karácsony után, is ne legyen hiányérzet, hanem tudjon visszanyúlni, tudja újra megélni, amikor nehéz helyzetben van, vagy, vagy szomorú, vagy elégedetlen, akkor, akkor vegye elő, és azt mondja, hogy, hogy igen, ebből a karácsonyból mindenkor, minden pillanatban lehet meríteni. Ezt akkor fog, akkor fog menni, hogyha minél mélyebben megéljük, ezért ne a felszínt kapargassuk, ne, ne, a, ne csak arra törekedjünk, hogy akkor most milyen ajándékot adjunk, hogy az elég értékese, stb. stb. a hétköznapi értelemben véve, hanem, hanem igazi szeretet ajándékokat adjunk, és fogadjuk be a szeretetet magunkba, éljék meg az emberek, és akkor egy ilyen kapaszkodót vagy mankót szeretnék adni, hogyha nekem nem lettek volna az életem során ilyen élmények, akkor a múlt vasárnapi élményem az, az, nekem nagy segítség lenne. Így is az, de ezt szeretném másoknak is átadni. Egy fantasztikus előadáson voltunk a, a családból a nagyobbak nem tudtak, mert az iskolai, meg tanulmányi elfoglaltságaik miatt nem tudtak eljönni, de a, a, a két fiunkkal és a feleségem Judit anyukájával elmehettünk a Művészetek Palotájába. Egy fantasztikus előadáson vettünk részt. A Magyar Állami Népi Együttesnek a Csodaváró Betlemét láthattuk. Ez egy kosztümös, a magyar népi hagyományokat, dalokat karácsonyra készülődés hangulatát, milliójét idéző, fantasztikus, látványos és szíbe markoló előadás. Ezt nézhettük meg, és hát, lenyűgöző volt. Egészen gyerekkorában vissza tud kalandozni az ember, fel tudjuk idézni azokat a napokat, perceket, pillanatokat, amik az ünnepvárásban velünk történtek. Szerintem minden generáció számára ez egy ez egy csoda tényleg, ez egy, egy csodavárás, és hát a csodavárás beteljesedik a végén azzal, hogy a, hogy minden a produkcióban fellépő szereplő az együtt énekel és együtt betlelmezik. Egy fantasztikus, katalatikus élmény van a végén, és ahogy vége lett az előadásnak, a vastapsot követően mögöttem egy kislány sírva fakadt és nagyon keserűen sírt, a mögöttüm ülő körülbelül 5 éves kislány, és hát így sajnáltam, hogy, hogy ilyen fantasztikus élmény után, szegényben valószínűleg azért, mert hogy, hogy most akkor így vége lett, csend lett, taps van, már a taps is elhalkul, hogy, hogy ennek most így vége van. És valóban ez volt, hogy a mamája megkérdezte tőle, hogy azért sírsz meg vége, és mondta, hogy igen, de nagyon keserves volt és vigasztalhatatlan és így magamban gondolkodtam, hogy ez a kislány hogy fog ezután a csoda után, hogy fog hazamenni, hogy igazából nem ezt a szép élményt viszi tovább, és akkor itt kanyarodnék vissza oda, hogy a karácsonyból mit tudunk tudunk továbbvinni. Mert valószínűleg az emberek többsége azért ö, egy szép karácsonyi élménnyel, sok örömmel ö, éli meg, de aztán hogyan, visz, mit visz ebből tovább. És a kislánynál sajnáltam, hogy ebből lehet, hogy sokat nem, vagy a legtöbbet nem fogja tovább vinni magával, hanem inkább a szomorúság, a keserűség lesz. Hátrafordultam tanástalanul, mert hát ha tudok valami vigasztalót mondani neki, és akkor láttam, hogy, hogy ő egy dankóros kislány, egy bűbájos kis angyalka, és nagyon keservesen sírt. <kül> és ugye róluk tudni kell, hogy ők az érzelmeiket az hatványozottan élik meg. Tehát, hogyha örülnek, a boldogok, akkor, 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 akkor ők, 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 az átlagnál, az átlag gyereknél, vagy az átlag embernél sokkal boldogabbak, sokkal őszintében kifejezik az örömérzésüket és a boldogságukat, de sajnos, amikor szomorúak, akkor azt is sokkal fájdalmasabban élik meg, és, és, nyilvánul meg ez bennük. És hát még mielőtt, tehát a sajnálat tovább fokozódott volna, elindultak a szereplők a színpadról lefelé, és a, a, mű, a művészetek palotájában hatalmas, nagy, egy csodálatos koncertelem, és két oldal telindultak a közönség e, sorai mellett, és integettek a közel lévő gyerekeket, megsimogatták, e, jó kívánságokat mondtak, áldott, boldog karácsonyt e, kezet lehetett velük fogni. És hogy fölértek, mi valahol a hetedik sorban voltunk, hetedik-nyolcadik sorban, és nem is teljesen középen, a, a kislány. Elindult kifelé, és a, a, a műsorban voltak szánhúzó lovak is, e, ugye természetesen táncos emberek, akik fantasztikus kosztümben, ilyen szerethető, nagyon ö, klassz figurák. És az egyik ö, ö, lovas az behajolt, és a kislány megsimogathatta, és hát ott még pityergett, de onnantól kezdve kivirult, boldog lett. Öröm töltött el a kis arcát, ezt láttam rajta. Nehéz, nehéz szavakat keresni, és hogy hallgatlak, is, ahogy igen, hallgatlak. Még most én is meghatódom, is. tehát fantasztikus volt. És az volt a jó benne, hogy, hogy, úgy, hogy azon túl, hogy ő megnyugodott, akkor benne, hogy végigfutott bennem, hogy a kislány végül is úgy fog elmenni, hogy a csodával megy el. Hogy ő ezt megélhette, és magával viheti, és hogy, hogy ebből ő meríteni fog, és nem, nem a szomorúság, hanem a vidámság megy. Tehát ő ebből az előadásról tehát részesévé vált, ez, ez egy nagyon jó ötlet volt egyébként, tehát a részesévé vált, és megérintette. Tehát korábban megérintette a lelkét valami, és utána az, ami az ő lelkét megérintette, azt ő fizikai valóságban is megérintette. És, és így teljesen egyesült vele, és hát ez kellene, hogy, hogy az emberek éljék meg a karácsonyt úgy, hogy a lelküket érintse meg, és, és tapintsa, szinte tapinthatóvá váljon a karácsony. A karácsonynak az üzenete, a szeretet benne, az isteni ajándék. Az, hogy idejön közénk és azt mondja, hogy igenis a földi életnek értelme van a sok keserűség, szomorúság, nehézség, mindenek ellenére, és hogy hinnünk kell, és remélnünk kell, és szeretnünk kell, és így, így van értelme, és így tudunk értelmet szerezni, és így kell tovább menni, és azt kívánom, hogy a kislány ezt megélhette, és tovább vitte ezt a csodát magával, és örömteli szívvel tudott elmenni a, a művészetek palotájából, a szeretteivel, hogy ugyanígy menjünk tovább, ugyanígy a, 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 a dabasiak és a, a, mindenki, aki hallgat minket, néz minket, azt kívánom, hogy, hogy ilyen karácsonya legyen, hogy utána ezt tovább tudja vinni, és hogyha bármikor fájdalom vagy bánat van, akkor ezt a, ezt a karácsonyi szeretetet és mély hitet tudja elővenni, és tudja a saját életében a, a jobbra fordítás céljaira használni. Ezt kívánom mindenkinek. Nagyon szeretettel és áldott, hittelteli boldog karácsonyt kívánok. És hát ha kérhetem tőletek, akkor a, a Pintér Bélától a Gyere Ászolhoz című dalt, ha le tudjátok játszani, én ezzel szeretnék még áldott boldog karácsonyt kívánni. A gimnáziumnak a, a kórusa, a minden gyerek együtt ezt énekelte a templomban, az, és ott is fantasztikus élmény volt, és a, minden lényeg benne van. Tehát ennek a szövegére oda vigyel valaki, meg a dallamára, akkor szerintem ez segíteni fog abban, hogy valóban mélységében megéljük a karácsonyt, ugye áldott boldog karácsonyt. Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy két ünnep között majd. Tudunk még beszélgetni az, erről az esztendőről és a jövő év kihívásairól. Nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, és áldott boldog békés karácsonyt. Köszönjük, Zsolná! Boldog karácsony.